72 éve a megye első számú lapjaként tartják nyilván a Kelet-Magyarország megyei napilapot. Hivatalosan 1957-től vette fel nevét, és 63-tól vasárnapi száma önálló sport és kulturális rovata volt az újságnak. Stílusa a rendszerváltás utáni években változott, jelenlegi formáját pedig 2000-ben indította el az Inform Média. 35 ezer példányszámban nyomtatják, és a megyei sajtóterméket 2013-tól digitális formában is olvashatják. Nyéki Zsolt főszerkesztő a vendégem. Szervusz! Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit, szervusz! No hát, remélem, hogy jól mondtam az adatokat, a számokat, mert ugye ez már igazából levéltári adat, ami után én is utána olvastam, és hát a példányszám az 35 ezer, amennyiben nyomtatják a sajtóterméket, de ennél jóval több ember olvassa és forgatja a lapot. Így van, független felméréseket kapunk negyed évente, fél évente, és a legfrissebb adatok szerint mintegy 140 ezeren olvassák napi szinten a Kelet-Magyarországot, tehát munkahelyek, családok, több ember is kézbe veszi. Ugye nagyon sokszor mondták azt, hogy a mai online világban, digitális világban egyre kevesebbszer fogjuk a kezünkbe a nyomtatott sajtót. Nyilvánvaló, hogy az emberek újságolvasási kultúrája vagy szokásai is változnak, és változni is fognak, ezt kell, hogy mondjam. De ti újságírók mit tapasztaltok? Milyen irányba megy ez el, és milyen visszajelzések jutnak el hozzátok? Hadd kezdjem ezt egy érdekes felméréssel. Mintegy 15 évvel ezelőtt a New York Times jelentetett meg egy önbefejező jóslatot, tehát egy olyan tanulmánya lát ki körülbelül 15 évvel ezelőtt, hogy 5 évet adott magának, hogy nyomtatott formában megjelenik. Na most a New York Times mai napig megjelenik nyomtatott formában. A világ természetesen a technika hihetetlen mértékű fejlődésének a bűvöletében él, de én azt gondolom, hogy amíg az ember uralja a technikát, addig a sajtónak is van ereje, hatalma. A megyei napilapként mi ezt a szellemiséget követjük a napi munkánkban. Ugye sokszor elmondjuk azt is, hogy a helyi médiumokat nem kell, vagy nem érdemes összehasonlítani az országos médiumokkal. Értjük ez alatt azt, hogy teljesen más a célja, a feladata, más a küldetése, más közönséget, vagy másfajta közönséget ér el, és azt szokták mondani, hogy a megyei napilapok hiába ilyen mozgásban van a piac, de a fogyasztói hűség miatt maradnak fent, és tudnak fennmaradni. Egyetértesz ezzel? Abszolút egyetértek. Sokat beszélgetünk különböző fórumokon, főszerkesztői klubokon, országos napilapok főszerkesztőivel, és hát korábban hihetetlen szakadék volt az országos napilapok javára a példányszámon olvasottságban. Már azt kell mondanom, hogy a megyei napilapok megelőzték példányszámban és olvasottságban is az országos napilapokat. Ennek a varázsa, én véleményem szerint, az a személyes kötődés, amivel a megyét, a megyében élőket szolgáljuk, immár, ahogy említetted, 72 éve. Ez a legfontosabb érték a mindennapjainkban. Persze vannak olyanok is, hogy azért rentábilisnak kell lenni, tehát az üzemeltetői rendszer és fenntartói modell, ami a rendszerváltás előtt megvolt, az nem működik. Tehát többféle szempontnak kell megfelelni, ettől lett jóval nehezebb az újságírás napjainkban, de a szépsége, az értéke az rendületlenül ugyanaz. Egyrészt demográfiai okok miatt, másrészt pedig ugye a technikai fejlődés miatt is egyre inkább számolni kell nem csak a nyomtató sajtónak, de nekünk a televíziónak is az online kihívásokkal. Azért fejlesztésekkel kapcsolatosan, tartalomszolgáltatással kapcsolatosan nálatok is vannak újítások, újdonságok, melyek ezek, nem véletlenül említettem, hogy 2013-tól digitális formában is például olvasható az újság. Lehet, hogy kevesebb az előfizetőtök, de azok az információk tájékoztató műfajban is, vagy akár más riportok is elérnek az emberekhez online felületen is. Így van, hát a 70 év az egy nagyon stabil alap, de abból nem lehet megélni, amit elődeink akár csak 10 éve is végeztek és csináltak. Haladni kell a korra, meg kell jelennünk minden felületen, és azt kell mondjam, hogy a tulajdonosunk, a Rusz Media Kft., egy ausztriai anyavállalat, Eugen Rusz nevezetű igazgatónk, egy 100 éves családi vállalkozás jelenlegi tagja, egyébként az alapítót is Eugen Rusznak hívták,
Tehát egy ilyen 100 éves ausztria anyavállalatnál a technikai fejlesztésre nagyon sokat fordít és kiemelten kezeli a tulajdonosunk. Tehát elsőként vezettük be például a digitális fényképezőgépet, emlékszem még 1994-ben, mikor Budapestről tudósítottam a három társlapot, akkor úgy néztek csodálkozó szemmel a kollégák, hogy mi már digitális fényképezőgépet használtunk, elsőként vezettük be a hírportálunkat, és mindenben igyekezett a technikai fejlesztésben haladni az ügyvezető. És való igaz, a telefonon olvasható Kelet-Magyarország is elsőként valósult meg az országban, appok, applikációk formájában. Ez egy megkerülhetetlen folyamat és kényszer, ha így vesszük. De valójában még visszatérve a print erejére, még mindig a nyomtatott sajtó az, amelyik igazából hozza az olvasottságot és a bevételt. Szerinted manapság, nyilván te is kollégákkal beszélsz, más kollégákkal is, nem csak megyebeli kollégákkal, mit említenek meg az újságírók az igazi kihívásnak, az újságírói szakma igazi kihívásának, és akkor ebben bármi benne lehet most, akár a fenntartói függőségtől az alkotói szabadságig, sok minden, mit említenek? Én úgy gondolom, hogy nálunk az alkotói szabadsággal semmiféle probléma nincs, a kollégák itt teljesedhetnek. Igazából itt a kihívás az, hogy az elmúlt évek, évtizedek egy olyan profitabilitási megfelelési kényszert hozott, hiszen mi abszolút értelemben vett kereskedelmi lappá váltunk. Közhiedelem ellentétben néha kapok én is telefonokat, hogy mert a közszolgáltatóság igen, törekszünk rá, de ez egy önként vállalt kötelezettségünk, mert hogy egyetlen forint közpénzt sem kapunk. Tehát igazából egy szűkített csapattal a technikai eszközöket profi módon használva, mégis megtartva a megyei személyes kapcsolatrendszert, ez egy óriási kihívás. Kihívásként érzem azt, hogy a kollégák részéről, hogy egy újságíró, amikor most idézőre teszem, tollat fog a kézbe, bár mi még azért használjuk a tollat, ne gondolja azt, hogy ő tévedhetetlen. Tehát azt a szakmai alázatot meg kell őrizni, bár ugye mondják, hogy a sajtó nagy hatalom, és hát valóban, valljuk be, közjogilag nincs ugyan rögzítve, de tényleg egy hatalmas, hatalmi erőt kép a negyedik hatalmi ág. Tehát azért az újságnak meg kell maradni szakmai iránti alázattal, tehát ne gondolja magát tévedhetetlennek, mindig legyen objektív, pártatlan, körültekintő. Az objektivitás ugye a műfajokat, hogyha érintjük a publicisztikai műfaj családban, megengedett egy kis személyes elfogultság, vélemény, de ez is akkor hiteles, hogyha az is alapos érvekkel alátámasztott. Tehát ez egy napi szintű kihívás. Kihívás azt, hogy az újságírótól tévedhetetlenséget feltételeznek, várnak el az olvasók. Hát persze ez közel sem így, de a napi szintű megújulás, az állandó információszerzés, ez egy kimerítő dolog. Ez tényleg elindul onnantól kezdve, hogy az ember kinyitja a szemét. Sajnos én is belestem abba, hogy az első mozzanatom azt, hogy megnézem a telefonomon, hogy mi jött-e üzenet tulajdonostól, vezetőségtől, a kiadóvállalatunk vezetőségétől, kollégáktól. Tényleg így indul a napom, és így is zárul a napom. Ez egy nehéz dolog, tehát nehéz kikapcsolni. Nem is tudom, milyen kihívásokat mondjak még. Hát még én említek egyet, de ez már át is köti a következő riportot. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgethettünk ezekről a fontos témákról.